Jó estét kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm itt a ma este folyamán Töröksze Miklóson dr. Berkó Attila főispán urat. Huba Imrét, a megyei közgyűlés elnökét. Szabó József Esperes urat. Dr. Pataki Csaba ügyvéd urat, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, ügyvéd úr. Minden környékbeli polgármester kollégát, alpolgármester kollégát, képviselőket, és természetesen mindenkit nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek a mai napon hozzánk. És nem utolsó sorban, de végül kérem engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem itt Töröksze Miklóson Kocsis Máté urat, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az est menetrendje a következő lesz. Kis Zoltán fogom elsőként majd megkérni arra, hogy néhány percben mondja el a gondolatait a június 9-i választással kapcsolatosan, és azt, hogyha sikerrel veszi az akadályt, amiben mi nagyon bízunk, és októberben meg tud majd alakulni az új képviselőtestület, akkor onnantól kezdve hogyan képzeli el az önkormányzat vezetését, milyen elképzelései vannak a várossal kapcsolatosan. Azt követően frakcióvezető úrral fogunk beszélgetni arról, hogy miért fontos az, hogy június 9-én menjen el mindenki és szavazzon, hát természetesen azok elsősorban, akik a mi jelöltjeinket támogatják. Ez vonatkozik természetesen az Európa Parlamenti választás kapcsán is, a vármegyei lista és a helyi polgármesterjelölt és képviselőjelöltek vonatkozásában. És azt követően, amikor a frakcióvezető úrral befejeztük, akkor kérdések feltételére lesz lehetőség. Zoli, parancsolj! Köszönöm szépen. Szép jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves barátaink. Nagyon sok szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntök mindenkit a mai polgári esten. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm itt Töröksze Miklóson, városunkban, immár nem először, szinte hazajáró vendégként Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, illetve házigazdánkat, Herceg Zsolt országgyűlési képviselőt. Külön öröm számomra, hogy itt a mai este szólhatok önökhöz, és megoszthatok néhány olyan fontos gondolatot, amely az elkövetkezendő hetekben még nagyon hasznos lehet, úgy gondolom, mindannyiunk számára. Bizonyára önök előtt is ismert, hogy idén június 9-én a korábbi hagyományoktól eltérően egy napon fogják megrendezni az európai parlamenti választásokat és a helyi önkormányzati választást. Számunkra talán egy picikét majd az utóbbiakra szeretnék fókuszálni, hiszen ez számunkra egy olyan esemény, ami itt helyben nagyban befolyásolhatja Töröksze Miklós város jövőjét. Választópolgáraink itt a városban, településünkön június 9-én egyfajta mérleget vonhatnak, és döntéseikkel befolyásolhatják azt, hogy milyen összetételű lesz az elkövetkezendő években, 2024 és 2029 között Töröksze Miklós város képviselőtestülete. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat jártam magam is az utcát, nagyon sokan megállítottak, és kérdezték, hogy miért maradt el Töröksze Miklós az elmúlt években a fejlődésben, miért ilyen lassú ez a városfejlesztés, ami itt az elmúlt években végbe ment. Én azt látom, hogy sokan kritikai elégedetlenséget fogalmaztak meg, és szeretnék azt, hogy a város fejlődésének üteme a korábbi évekhez képest egy nagyobb sebességi fokozatba kapcsolna.
Én úgy látom és úgy látjuk, hogy a város fejlesztésének dinamikus előmozdításához a korábbi évekhez képest egy új összetételű, egy más szemléletű, új arcokkal bíró, dinamikusabb munkatempót végző, szélesebb látókörrel bíró, innovatív gondolatokra vevő, és mindenek előtt a jelenleg tapasztalható megosztottságon történő felülemelkedésre képes egyéneket, jelölteket szeretnénk látni a következő képviselőtestületben. Ennek érdekében a Fidesz-KDNP csapata összeállt, és azok a képviselőjelöltek, akik indulnak itt Törökszent Miklóson az egyéni választókörzetekben, azok azt a programot, amelyet közösen összeállítottunk, de mondjam inkább így célkitűzést, ezt messze menőkig támogatják. Magam önkormányzati tapasztalattal, vezetői tapasztalattal, 14 év államigazgatási tapasztalattal a hátam mögött, a versenyszférában, az üzleti világban, illetve a civil területen megszerzett munkatapasztalat birtokában vágtam neki ennek a választásnak, és fogadtam el tulajdonképpen a Fidesz-KDNP támogatását. Én úgy ítélem meg, hogy az a csapat egy nagyon dinamikus, viszonylag 40-50-es korosztályból álló csapat, nagyon tetrekész, nagyon életerős, és szeretné ezt a választást mindenféleképpen megnyerni Törökszent Miklóson. Bízom benne, hogy ez az elképzelésünk, és az elvégzett munka majd meghozza gyümölcsét. Én felelősséggel vállaltam le ezt a munkát, én azt a szakmai kvalitást és azt a közéleti tevékenységet, amit az elmúlt években végeztem, azt csak tovább szeretném itt erősíteni a városban. Nagyon sok helyen megfordultam az országban, munkám révén 400-500 polgármesterrel, önkormányzattal legalább kapcsolatban állok, korábbi minisztériális munkáim, illetve a jelenlegi minisztériumi munkám révén. Látom azt, hogy mely városok, hozzánk hasonló kaliberű városok hogyan fejlődtek, hogyan fejlődnek, és azt is látom, sajnálattal zárójelbe jegyzem meg, hogy hogyan mentek el fejlődésben Törökszent Miklós mellett. Bízunk benne, hogy ezen tudunk változtatni. Én azt szeretném, hogyha a városban egy változás, egy váltás, egy megújulás és egy gyökeres fordulat következne be június 9-én. Ehhez mindannyiunk munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hetekben, még nagyon sok munka vár ránk, de bízom benne, hogy mindenki oda teszi majd magát, képviselőjelöltek, aktivistáink, segítőink, és a végén a munkánkat siker fogja koronázni. Programunk tulajdonképpen miből is áll össze, milyen célok mentén állítottuk össze ezt a programot. Nem ígéreteket és ígérethalmazokat fogalmaztunk meg, hanem olyan célkitűzéseket, amelyeket nem máró hónapra, de az elkövetkezendő 5 évben az ászlónkra tűztünk. Mindenek előtt legfontosabb célként számomra is az jelenik meg, és az jelent meg ebben a program összeállításban, hogy meg kell állítani Törökszent Miklóson a népesség elvándorlását és a népesség csökkenését. Sajnálattal konstatálhatjuk azt, hogy Törökszent Miklós városának népessége az elmúlt 30-35 év alatt gyakorlatilag 6-7 ezer fővel csökkent. Aggasztó ez a tény. Jelen pillanatban a lakosság szám már nem ér el a 19.500 főt. Ha ez a tendencia folytatódik Törökszent Miklóson, akkor a város, a jelenleg Jász-Nagykun vármegye harmadik legnépesebb települése címet birtokoló rangját, hogy így mondjam, vagy szimbolikus címét el fogja veszíteni. Én ezt nem szeretném megélni. Én azt szeretném, hogy egy nagyon komoly ifjúsági letelepedési és munkahelyprogrammal, helyi letelepedési és munkahelyprogrammal ezt a folyamatot, ha nem is visszafordítjuk, de legalább 5 év alatt megállítjuk. Ekkor van jövője és perspektívája Törökszent Miklósnak. Én nem választási kampányokban és nem választási években gondolkodom. Én egy stratégiai gondolkodónak tartom magam, és egy perspektívát, egy víziót szeretnék felrajzolni Törökszent Miklós és az itt élő polgárok számára. Ha ezt tudjuk követni, akkor van jövője Törökszent Miklósnak, akkor le tudjuk telepíteni a családokat, az önök unokái és gyermekei itt fölnőhetnek ebben a városban, és nem hagyják el a települést, nem mennek el más nagyvárosokba, az agglomerációkba, ne adj Isten külföldre. Egy a lényeg, Törökszent Miklós, törökszentmiklósiakkal építsük föl.
Másik nagyon fontos célkitűzés számunkra ebben a megalkotott programjavaslatban az a munkahelyteremtés. Látom azt, hogy nagyon sokan ingáznak ebből a városból, korán reggel mennek, este térnek haza. Ez egy ideig megy és tartható, de hosszú távon akár az egészség rovására, akár a család rovására is mehet. Filozófiám és hitvallásom a helyi gazdaság fejlesztés. Elsősorban a kis- és középvállalkozói szektor támogatása, az itt élő gazdálkodók támogatása az, ami nagyon-nagyon fontos, és emellett, ha sikerülne a választást megnyernünk, és bizalmat és felhatalmazást tudnánk kapni, akkor talán elindulhatnánk egy olyan úton, ahol tudnánk kormányzat felé is lobbizni, egy nagyobb, jelentősebb foglalkoztatás biztosító termelőegység városunkba történő betelepítésére. Ez egy határozott célunk mindenféleképpen. Az önkormányzatnak is sokkal többet kell vállalni. Menni kell, vállalkozóbarát, beruházásbarát, vállalkozó szemléletű önkormányzatot kell építeni. Nem fog idejönni magától semmi, meg kell keresni azokat a szerveket, szervezeteket, államigazgatást, ahol nekünk ebben segítséget tudnak nyújtani. A harmadik nagyon fontos terület a helyi infrastruktúra javítása. Kardinális kérdés ez, én azt gondolom, nem csak Törökszentmiklós városában, hanem gyakorlatilag szerte az országban. Rengeteg pályázati lehetőséggel segíti most is magyar kormány az, hogy az utak és a járdák megújuljanak Magyar Falu program keretében, egyéb programok keretében. Számunkra is itt ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Van még itt a 21. században Törökszentmiklóson jó néhány olyan út, amely szilárd útburkolattal nem rendelkezik. Nem lehet ezt megengednünk. Erre oda kell figyelnünk, és ezt a helyzetet mielőbb meg kell oldani. Építenünk kell járdákat, föl kell újítanunk parkolókat, kaotikus a parkolási rend a városban, rengeteg a személygépkocsi, teszik tönkre a zöld felületeket, nem tudunk már hol parkolni. Úgyhogy az infrastruktúrára, a közművekre, utakjárdak felújítására nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani. Következő kérdés, amit számomra egy ugyancsak meghatározó kérdés, ez a helyi egészségügy állapota. Városunk nemhogy csak fogy, de sajnos, ha megnézzük a korösszetételt, akkor azt is mondhatom, hogy komoly előregedésben van. Ha nem lesz megújulás, ha nem lesz fiatal ebben a városban, akkor egyre többet kell nyilvánvalóan költenünk az egészségügyre is. Problémát csak abban látom, hogy Törökszentmiklóson betöltetlen háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok vannak. Helyettesítés hátán, kifáradt orvosok, akik egyik településről vagy egyik rendelésről szaladnak a másikra, ez előbb-utóbb, ne adj Isten, akár a minőség rovására is mehet. Azt gondolom, hogy sokkal többet kell vállalni Törökszentmiklósnak ebben, meg kell keresni azokat a végzős medikusokat, akiket akár ide a városba ösztöndíjprogrammal, letelepedési programmal ide tudunk kötni. Meg kell keresni azokat a családokat, ahol esetleg még kötődése is van valakinek, ne adj Isten, orvosegyetemista hallgató, hogy hogyan tudjuk lokálpatriótaként ide kötni Törökszentmiklóshoz. Létkérdés. A másik az, hogy a praxisok mellett a szakrendelésekre is fordítsunk időt, vagy energiát, hiszen az utóbbi időben sok olyan szakrendelés szűnt meg, amelyet a város polgárok joggal várnak el, hogy működjön, vagy nagyobb óraszámban tudjon működni. Az egészségügy mindenkinek létkérdés. Erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. A következő ilyen téma volt a környezet és a természetvédelem. Egy zöld várost kellene építeni, ennél sokkal zöldebbet, ami jelen pillanatban van, mégpedig egy olyan zöld várost, ahol fásítás és a világosítás a globális klímaváltozáshoz és ennek elvárásaihoz, kihívásaihoz igazodik. Emellett szeretnénk elindítani, és már folyamatban is van, hogy egy 24 települést érintően benne Törökszentmiklós is megalakítsuk a Közép-Tisza völgyi naturparkot. Ez azt gondolom mindenképp ebbe az irányba mutat, és a város egyik nagyon elhanyagolt területeként a Csalató és környékének rehabilitációját elvégezzük. Sorolhatnám még, hogy mi minden van, ez csak egy rövid tőmondat. Szeretnénk az, hogy megújuljon a városban a piaszcsarnok, és helyet és szerepet kapjanak a városban az őstermelők, a gazdálkodók, a kistermelők, a kézművesek, a helyi terméket előállítók. Szomorúan látom azt, hogy ma tulajdonképpen viszonteladóké a törökszentmiklósi piac, olyan viszonteladóké, akik nem is ebben a városban élnek. Nem engedhetjük ezt meg tovább. Föl kell rázni Törökszentmiklós lakosságát, hogy az őstermelőkre, kistermelőkre óriási szükség van. Nincs a környéken
zöldségtermesztés, nincs gyümölcstermesztés, ami esetlegesen ugye árukat biztosíthatna, nem csak a helyi piacra, hanem akár nagyobb volumenben, még akár bevásárló láncokba is. Ugyanis az önkormányzati elképzelésem az, hogy egy nagy agrárkertészeti vállalkozást hozzon létre egy non-profit gazdasági társaság formájában a város, és teremtsen élő munkaigényes kertészetben munkahelyeket nagyon sokak számára itt helyben a városban. Szomorúan éltem meg az elmúlt években, közfoglalkoztatási tanácsadó vagyok a belügyminisztériumban 10 éve, az, hogy Törökszent Miklós városa még csak meg sem hallgatott, még csak igényt sem tartott arra a segítségre, amit én 2015-ben az akkori városvezetés számára felajánlottam. Nagyon sokat buktunk, én járom az országot, látom azt, hogy hol mi valósult meg, milyen beruházások épültek. Hát Törökszent Miklóson nézzük meg, hogy milyen érték maradt hátra az elmúlt 10 év közfoglalkoztatása révén. 500-an voltak a közfoglalkoztatásban, ma jóval kevesebben vannak, de igazi értéket az elmúlt 10 év alatt nem sikerült felmutatni. Óriási hátrányba, lépés hátrányba kerültünk. Ez nagyon szomorú dolog. És zárásként még annyit engedjenek meg, hogy mit is terveznénk igazából. Azt látjuk, hogy a városból a komfortérzet növelő és a közérzet javító beruházások, rekreációs, közjóléti fejlesztések hiányoznak. Számtalan gondolatot hallottunk arról, hogy a strandot meg kell újítani. Nyilvánvalóan nagyon jó igény ez, meg nagyon hasznos is, de nosztalgiára építkezni már nem lehet. Ez a hajó elment, gyakorlatilag két lehetőség van, vagy magántőkére alapozva tudunk ezen változtatni, vagy egyfajta kormányzati támogatást nagyobb mértékig ki tudunk erre lobbizni, egyébként csak nagyon ütemezett és nagyon lassú fejlesztést tudunk végrehajtani. Szomszédos településeken számos konkurencia alakult ki, Törökszent Miklósiak is nagyon sokan sajnos, vagy nem sajnos, de oda látogatnak és ott használják ki a fürdő nyújtotta szolgáltatásokat. Másik szívfájdalmam, én általános iskolába az egykori jelenlegi Puskás Ferenc stadion útra jártam, az egykori Tanyasi Kollégium épületében az alsó 4 osztályt jártam. Szomorúan látom, hogy ma milyen állapotba került. Szeretnénk azt elérni, hogy ezt hasznosan, vagy hasznosítsuk ezt az épületet, ezt az ingatlant. Én oda egy idősek bentlakásos otthonát el tudnék képzelni, akár önkormányzati, akár magánberuházásban, akár karitatív szervezet, akár egyházi szervezet bevonásával. Az a 26 férőhely, ami ma a városban van, ez nagyon-nagyon csekély e vonatkozásban. Úgyhogy ebben is szeretnénk lépni, az igény megvan rá, a várólista hosszú, úgyhogy ebben is dolgoznunk kell. Szeretnénk azt, ha olyan fejlesztés valósulna meg a város legrégebbi épületén, a katolikus egyházzal közösen, amely a jelenleg méltatlan állapotban lévő kálvária épületének a felújításához hozzájárul. Szégyen, ahogy ez az épület ma kinéz, a város legrégebbi, még egyszer mondom, legrégebbi épületekén. Össze kell fogni, el kell menni katolikus egyház irányításához, vagy a megfelelő egyházi államtitkársághoz, és ebben azt gondolom, hogy tudunk lépéseket tenni, és tudunk eredményt elérni az elkövetkezendő 5 évben. Aztán természetesen a fiatalok megfogalmaztak jó néhány olyan dolgot, amely akár egy retromozi vagy kertmozi kialakítását szolgálná. Legyen egy ilyen térelemekkel ellátott selfie pont, ahol ma már tudunk ugye fotókat küldeni, rögtön az első, ha elmegyünk egy fesztiválra, hol a selfie pont, és már tudjuk is küldeni, hogy hol van. Ez a fiatalok részére azt gondolom, hogy teljesen jogos igény, mint ahogy egy interaktív Kresszparknak a megvalósítása is. Sportélet területén kellene sokat lépnünk, a városnak az egészségi állapotát javítani a mozgással, a mozgásigénnyel, elsőlegesen a tömegsport kihasználásával. Én azt vallom, és az a hitvallásom, hogy várost építeni azt a helyi közügyek mentén kell, és szilárd értékrend alapján lehet. Hiszem azt, hogy csapatban, közös gondolkodással, a megosztottságon, a széthúzáson történő felülemelkedéssel, egyfajta közös gondolattal eredményeket és sikereket lehet érni ebben az országban. Sőt, azt mondom, csak így lehet sikert elérni. Én bízom abban azt, hogy június 9-én sikerül ezt a sikert, hogy így mondjam, elérnünk, és utána dolgozhatunk tovább majd 2024. október 1-től, amikor beiktatódik az új önkormányzati vezetés, azon, hogy ez a város más legyen, szebb legyen, élhetőbb legyen, és elé tudjon indulni a fejlődés útján. Én ehhez kérem szíves támogatásukat, családtagjaik, rokonaik, ismerőseik, barátaik támogatását, hogy tudjunk változtatni Törökszent Miklósnak a jövőjén. Hajrá, Törökszent Miklós! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
Köszönöm szépen, Zoli, és egy adósságom van, elnézést kérek, Erdei Lászlót is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt ma este, a Törökszent Miklósi járási hivatal vezetőjét. Tisztelt frakcióvezető úr, akkor háború és június 9-e. Tehát nagyon rossz híreket kapunk minden nap. Én is reggel, amikor felkelek, már elkezdek olvasni, vagy valamilyen médiából tájékozódom, és tényleg minden nap feláll az embernek a hátán a szőr, amiket hallhatunk, hogy milyen ötletekkel jönnek elő komolynak gondolt, eddig komolynak gondolt politikusok, tehát a franciák részéről és sok irányból. Erről beszélj, légy olyan kedves, hogy mi a mostani helyzet. Mindannyian tudják a tisztelt jelenlévők, hogy a háború már több mint két éve sajnos zajlik, több száz embert elveszítettek mindkét oldalon, sok árva, sok édesanyja siratja a gyermekét, sok özvegy, és ez a háborús pszichózis ez nem hogy csitulna, hanem még erősödik. Tehát, és ugye így jutunk el június 9-éig, hogy akkor mi a tétje a június 9-i EP választásnak. Először is tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy meghívtak maguk közé. Igyekszem majd úgy válaszolni a kérdésekre, hogy ne csak a jól ismert, vagy a sajtóból ismert tényeket, vagy evidenciákat ismételgessük. És hadd kezdjem onnan mindjárt az elején, hogy ugye soha nem futottunk neki úgy választásnak, európai parlamenti választásnak végképp nem, hogy a térségünkben háború lett volna. Soha alatt tehát természetesen a 90 óta eltelt időszakot próbáltam leírni. A helyzet az, hogy a délszláv válság juthat mindenkinek eszébe, és meg is kérdezhetik, hogy de hát az mi volt, azt minek tekintjük a maiak fényében, és nem véletlen hoztam ide ezt a különbséget, ugyanis a délszláv válság esetében nem volt kérdés, hogy az egy lokális konfliktus tud maradni. Tehát az egy helyi konfliktus tud maradni. Itt az orosz-ukrán válság, az orosz-ukrán háború esetében ebben nem vagyunk biztosak. Először is azért nem vagyunk biztosak, amit maga képviselő úr is mondott az előbb. Furcsa világ az, amikor Franciaország elnöke azt mondja, hogy Franciaország kész megnyitni a vitát a nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségeiről. Vagy az is furcsa, amikor a svéd miniszterelnök minap azt mondja, hogy Svédország készen áll arra, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvereit befogadja, ha arra szükség. Ugye az ember azon gondolkodik, hogy vajon ezek az urak, akik bizonyára nem hülye emberek, hát lehet őket nem szeretni, de bizonyára megvan a magukhoz való eszük, hallják-e vajon, hogy mit mondanak a nukleáris fegyverekről való értekezésükben, megértik-e, hogy ez mit jelent. Még ha általában a háborúról beszélnének, akkor is ugyanezt kérdeznénk, de ők, mintha szoktatnák hozzá az európai füleket a nukleáris szóhoz, minthogyha muszáj lenne megtanulnunk úgy, mint 2020-ban a pandémia nevű szót, amit sokan nem is ismertek előtte. Hála Istennek. Tehát, minthogyha muszáj lenne együtt élnünk egy újabb szóval. És az a döbbenetes ebben a választásban, a június 9-i választásban, hogy tulajdonképpen nem ideológiák és adózási programok, agrártámogatások körül megy a vita, vagy dől el majd az európai jövő, hanem egy olyan egyszerű kérdésben, hogy háború vagy béke. És ugye 2022. február 24-én, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és valóban agressziót követtek el Ukrajna ellen, akkor Magyarország elsőként mondta azt, hogy nem vagyunk ugyan nagyhatalom, de nem is kell magunkat lebecsülnünk indokolatlanul, egy középméretű ország vagyunk az Unióban, lakosságunkat, területünket tekintve. És elsőként mondtuk azt, hogy ennek a konfliktusnak nem lesz jó vége,
ezért mielőbb le kell zárni. És akkor a velünk szemben álló országok, politikai közösségek azt mondták, hogy nem, nem béketárgyalások kellenek, hanem szolidaritásnak hívták akkor is, szolidaritásból küldenünk kell sisakokat. Talán emlékeznek még a sisakokra, mint szimbólummá vált tárgyakra, és akkor is sokan mondtuk, sok magyar álláspontja az volt, hogy a sisakok az első lépést jelentik a belesodródás irányába. Az első bizonytalan lépések afelé, hogy terebélyesedjen ez a konfliktus. Aztán a sisakokból lettek a lőszerek, a lőszerekből lettek a lőfegyverekből lettek a harckocsik és tankok, a tankokból lettek a közép-ható távolságú rakétarendszerek, és azokból lettek a vadászrepülőgépek, ma pedig már katonák is ott vannak. Húsvér emberek, európai emberek állnak sorban, NATO hadgyakorlatnak álcázva, és várva a NATO-Ukrajna missziójának döntését, ami napokon belül egyébként megszülethet, arra vonatkozóan, hogy belesodródik-e ez a kontinens egy olyan konfliktusba, amihez eredetileg semmi köze nem volt. Megint európai polgárok bőrét kell a vására vinni, jellemzően amerikai érdekek kiszolgálása miatt, és várjuk azokat a döntéseket itt Magyarországon is, amelyeket az unió vezetői meghoznak, vagy, hogy kissé cinikus legyek, vagy nem hoznak meg. Ezért kell változás. A mai európai vezetés, magyarra lefordítva az eddigieket, a mai európai vezetésnek esze ágában sincsen a békén dolgozni. Esze ágában sincsen. Nukleáris fegyverekről fantáziának, európai polgárok bevetéséről fantáziának, sőt a legújabb hírek, ez egy mai gyűjtés, amit a munkatársaimtól kaptam, a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása. Csak hogy mennyire feje tetejére állt a világ, és milyen hülye időket élünk. Dicső Dán polgártársaink azt mondják, hogy először is meghosszabbítják a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát 4 hónapról 11 hónapra. De most figyeljenek, a nemi egyenjogúság jegyében kiterjesztik a nőkre is a kötelező sorkatonai szolgálatot. Most ugye persze ennek van egy megmosolyogtató oldala, de amikor a németek, a dánok, a franciák, a horvátok és sok-sok felsorolt példa van még itt, ezek az országok azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne hadrendbe állítani a saját polgáraikat, akkor nekünk, magyaroknak azért összerándul a gyomrunk egy kicsit. Talán nekik is a normálisabbjának. Ugyanis mi magyarok mindig el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy miért mások a kulturális reflexeink a háború kérdésében. És valószínűleg az európai vitáinkat is ez okozza. Először is ez a háború egészen másképp néz ki Amsterdamból és Brüsszelből, vagy Párizsból, mint Záhonyból vagy Ungváról. Egész másképp néz ki. Másodszor nekünk magyaroknak a háború az sosem jelentett semmi jót. Ezt tőlünk nyugatabbra lévő országok nem mondhatják el magukról. Volt, amikor jót jelentett nekik. Ők általában kerestek a háborún, általában erőforráshoz jutottak, általában újjáépítettek, általában pénzügyi hasznuk származott belőle. Valami mindig volt. Tehát meg akarjuk érteni őket, hogy miért erőltetik ezt a háborút, miért fogadják el az amerikai diktátumokat a NATO-n keresztül, akkor talán itt érdemes kapizsgálni. De ugyanakkor ők nem értenek meg bennünket. Magyarországon a háború mindig rosszat jelentett. Mi mindig csak veszítettünk. Rajta veszítettünk, ezen is rajta fogunk. Ráadásul ugye azok a háborúk, egy-két rossz pillanatát leszámítva, még nem atomháborúk voltak. Ma már ez nem garantált. És az atomháborúban végképp megszűnnek a határok. És valójában a választás tétje, hogy lesz-e Európának olyan vezetése, amelyik elkezd a békéről beszélni. A mostani helyett, amelyik nukleáris fegyverekről és háborúról fantázia. És ugye sokan kérdezhetik, hogy egy gondolatot még engedj meg, képviselő úr. Ugye bizonyára Török Szent Miklóson is úgy van, mint az ország többi részén. Az emberek vonogatják a vállukat, hogy most nem mindegy, hogy kik ülnek az Európai Parlamentben valójában. Hát nem olyan fontos, hát fontosabb az önkormányzati, meg az országgyűlés, hát az fontosabb, hát valljuk be, nem is tudnánk felsorolni azt a 21 magyar képviselőt, aki ül az Európai Parlamentben, még itt valójában szerintem mi sem.
akkor mégis mi a tétje ennek a választásnak? És a valójában a választópolgárok szerintem távolinak érzik maguktól az európai parlamenti döntéseket. Mi dől ott el? Teszi föl a kérdést egyszerű polgártársunk, aki győzködünk arról, hogy menjen szavazni az EP választásra. És itt az elmúlt 5 évet érdemes megnézni, mérlegre tenni, elszámolni az elmúlt 5 év teljesítményével. 2019-ben választották meg ezt az európai vezetést a polgárok. Most abban a parlamentet, a bizottságot nem választotta senki. És a bizottság, az Európai Bizottság mégis úgy viselkedik, mintha Európa kormánya lenne, és a bizottság elnöke pedig úgy tesz, mintha ő lenne Európa miniszterelnöke. 2020-ban kitört a Covid. Emlékezzenek vissza. Szedte az áldozatait világszerte, sokan meghaltak, megbetegedtek, szinte mindenkinek volt a rokonságában, baráti körében egy-egy ilyen eset. Az európai vezetők késtek a védőfelszerelések beszerzésével. Elkéstek a vakcina beszerzéssel, keveset rendeltek, erőltették az amerikai gyógyszergyárnak, a Pfizernek az oltóanyagát. Érdekes, ott is mindig az amerikai szempontok kerekedtek felül. És tulajdonképpen a lélegeztetőgépek, védőfelszerelések, oltóanyagok lassú és rossz ütemű beszerzése további áldozatokat követelt. Nagy nehezen legyűrte a világ és a kontinens is a Covid-járványt, nem tanultak a hibáikból, sőt utólag kiderült, hogy a bizottság elnökasszonya anyagilag is érdekelt volt a Pfizer gyógyszergyár termékeinek eladásában. Ezért volt az, ha visszaemlékeznek rá, hogy az orosz vagy kínai oltóanyagokat, azokat nehezen tolerálták, hogy úgy mondjam. Tehát azokat az országokat, amelyek elindultak a világ más égtájai felé is oltóanyagot, vakcinát beszerezni, azokat megbüntették. Bejelentgették, visszatartották a pénzüket, stb. Így jártunk mi is. De aztán legyőzte a kontinens a Covidot, és kitört a háború 2022-ben. Azt hittük, hogy akkor az európai vezetőink már tanultak a hibáikból, és akkor jó vezetőként a béke oldalára állnak. Azonnal a háború oldalára álltak. De erről már beszéltünk. Aztán a háború kitörését követően még mindig nem okulva semmiből, elkezdték az elhibázott szankciós politikát vinni. Eddig 13 szankciós csomagot fogadott el az Európai Bizottság. 13-at. Most készülnek a 14. elfogadására, mondván, ha az első 13 nem jött be, akkor talán majd a 14. sikerülni fog. Nagy kedvencem a 12. szankciós csomagból, amit megtiltották Oroszország irányába a kötőtűk szállítását. Hát ha ezzel sikerül megtorolni az orosz agressziót. A kötő és varrótűk visszatartása Oroszországból az bizonyára komoly gazdasági veszteséget okoz majd. Hozzáteszem, az orosz gazdaság jobban van, mint valaha. Nem volt igaz az a mondat, hogy ha szankciós politikát bevezeti a bizottság, akkor Oroszország meggyengül, és akkor majd abba hagyja a háborút. Ez nem volt igaz. Ezt 2 év igazolta, hogy ez egy rossz politika. Ellenben arra jók voltak a szankciók, idézőjelben, arra jók voltak a szankciók, hogy elszabaduljanak az energiárak. Emlékezzenek vissza, hogy 2022. június és júliusában 600%-kal emelkedtek az energiárak. Le kellett válnia Európának, zárójelben megjegyzem, szintén amerikai érdekekből, az olcsó orosz kőolaj és földgáz elérésekről, és természetesen ezek a 600%-kal megnövekedett energiaárak olyan inflációs hullámot indítottak el a kontinensen, ami meglátszott a boltok polcain, meglátszott a háztartásokban, az iparban, a mezőgazdaságban, mindenütt. És éppen ezért a rossz Covid kezelés, a rossz háborúhoz való viszony, az elhibázott szankciós politika sem döbbentette még rá az európai vezetőket arra, hogy rossz úton járnak. Most nemrég elfogadták még a migrációs paktumot is. Tehát ha nem lett volna elég bajunk, akkor most március végén megszavazták a migrációs paktumot is, ami lényegében zöld utat enged a bevándorlók előtt Európába. Most az ember elgondolkodik, hogy vajon ezt direkt csinálják-e, vagy nem értenek hozzá. Én továbbra is fönntartom, hogy ezek nem hülye emberek. Arra gyanakszom inkább, hogy nem európai érdekeket képviselnek. Tehát nekünk először is olyan európai vezetésre van szükségünk, amelyik európai érdekeket képvisel. Bennünket, magyarokat sosem képviselt ez a bizottság. Ők soha nem foglalkoztak azzal, hogy nekünk a háború mást jelent, mint a franciáknak.
Nekünk a migráció mást jelent, mint az íreknek. Az íreken nem gyalogol, nem trappol keresztül sok százezer ember. Nekünk a mi családfelfogásunkban, a mi politikánkban, a mi családtámogatási rendszerünkben mást jelent az LMBTQ propaganda súlyossága, mint mondjuk Hollandiában, ahol már évtizedek óta ezzel puhítják és lazítják fel a gyerekeknek az agyát. Nekünk ezek mást jelentenek. És mi ezeket a nemzetinek mondott szempontjainkat, magyar szempontjainkat sosem tudtuk érvényesíteni, csak büntetést kaptunk érte. Ha mi mást gondolunk, mint az európai elit, akkor nem azt mondják, hogy fogadjuk el a magyarok álláspontját, hát hiszen megvan a joguk a maguk véleményéhez. Isten tartsa meg jó szokásokat, más gondolnak. Nem erről van szó. Az ő válaszuk az egy hatalmi, birodalmi központból jövő, erőszakos válasz a koszos, provinciális kis kárpátmedenceieknek megüzenni, hogy akkor, ha nem azt gondoljátok, amit mi gondolunk, akkor elvesszük a pénzeteket. Ez a primitivizált, erőszakos, kettős mércét alkalmazó európai vezetés van most. És miután el voltunk velük, ha visszaemlékeznek, az elmúlt 14 év is arról szólt, hogy állandóan jelentéseket írogattak rólunk. Volt egy portugál kommunista, egy bizonyos Rui Tavares nevezetű ember, ő volt az első, aki jogállamisági jelentést írt rólunk. Még az én generációmnak is meg kellett élnie, hogy egy kommunista ír rólunk jogállamisági jelentéseket. De az elmúlt 10 évünk ezzel a veszőfutással telt el. Állandóan mi voltunk a fekete bárányok, de mi ezzel jól el vagyunk, mert a magyar érdekeket csak mi tudjuk képviselni. Senki nem fogja a magyar érdekeket helyettünk képviselni. Magyar választók adtak megbízást, magyar választók a miniszterelnöknek világos feladatokat adtak, migráció, stb. Egyéb ügyekben, és ezt a politikát mi képviseljük. Igen ám, de a történethez hozzá tartozik, hogy amikor az Európai Bizottsággal mi szembe megyünk, vagy véleménykülönbség van, és ők visszatartják erőből a pénzünket, akkor a magyar városoknak a pénzét is visszatartják. Tehát ha választókkal meg akarjuk értetni, hogy miért fontos az európai választás, akkor legalább azt fogadják el, ha már a elhibázott Covid, a rossz háborúhoz való viszony, a rossz szankciós politika, a bevándorlási paktum, stb. Nem elég, hogy ameddig ez az európai politika marad, ameddig ez az európai vezetés marad, addig Magyarország mindig büntetést fog kapni, aminek következtében nem jönnek a nekünk járó pénzek a városokba sem. Nem kapják meg a települések, nem kapja meg Törökszent Miklós, nem kapja meg Szent Gotthárd, meg Záhony sem. Mert az amerikai befolyású brüsszeli és berlini elit úgy gondolja, hogy nekünk a magyaroknak járó pénzeket nem szabad odaadni, ameddig nem a liberális központi véleményt képviseljük. És az a rossz hírünk van, hogy azt nem fogjuk tudni képviselni. Alkatilag sem tudjuk, és hát a mandátumunk sem arról szól. Szóval summa summarum, egy kicsit hosszan válaszoltam talán, de én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy ne becsüljük alá az európai választások jelentőségét. Igenis hat a mindennapjainkra, igenis meg tud jelenni egy rossz európai döntés a boltok polcain. És igenis meg tud indítani egy rossz európai vezetés diskurzust a nukleáris fegyverekről. A fiatalok, most már a nők sorkatona is szolgálatáról. Egy rossz európai vezetés ránk tudja még mindig szabadítani a migránsokat. És egy rossz európai vezetés tudja erőltetni tovább azt az erőszakos LMBTQ propagandát, amit próbálunk elzárni a magyar gyermekektől. Nyugaton már rosszabb a helyzet. Nagy kedvencem, befejező történet a válaszomban, nagy kedvencem a 2023. szeptember 1-től egy horvát szociáldemokrata képviselő javaslatára elfogadta az Európai Parlament, hogy 2023. szeptember 1-től tájékoztatom a Törökszent Miklósi urakat, hogy szülhetnek a férfiak. Ez egy elfogadott európai döntés, uraim. Hát, szeretném jelezni, hogy aki még nem élt ezzel a lehetőséggel, tavaly szeptember óta megnyílt hála dicső és felkészült európai elitünknek ez a lehetőség is. A
párhuzamosan azzal, hogy tavaly novemberben a német parlament elkezdett tárgyalni egy javaslatot, tehát hogyha nem volna elég baj nekünk a háború meg a gazdasági problémák, akkor elkezdtek tárgyalni egy javaslatot a német parlament, a Németországnak a gazdasági motorjának kellene lennie ennek a kontinensnek. A javaslat lényege, hogy évente egyszer mindenki megváltoztathatja a nemét. A nemét, és ebből következően a nevét is. Minden német állampolgár évente egyszer, de nyugalom, mert jövő évben visszaváltoztathatja. Most, ami a szép az egészben, hogyha nem megfelelően szólítják meg a nemét megváltoztató német állampolgárt mások, akkor 10 000 eurós büntetést kell fizetni. Tehát, hogyha szegény Klaus már Katarina, és én azt mondom neki, hogy szevasz Klaus, az 10 000 euró, közel 4 millió forint az illetékeivel együtt. Szóval azt javaslom önöknek, ha vannak még régi német ismerősök, akkor ne nagyon hívogassák őket mostanában, mert sokba fog kerülni, különös tekintettel arra, hogy a német parlament ezt még az idei évben el kívánja fogadni. Itt tart Európa. Tehát ha nem volna elég nekünk a háború, nem volna elég a nukleáris diskurzus, akkor még van erő, van energia hülyeségekkel foglalkozni. Van erő azzal foglalkozni, hogy szülhetnek a férfiak, hogy megváltoztathatja mindenki évente egyszer a nemét, és amikor felteszik a török-szentmiklósi polgártársak a kérdés, hogy miért kell, miért fontos az európai választás, mondjuk úgy, hogy a normalitás utolsó négyzetmétereit védjük itt Magyarországon. Nem csak a béke, nem csak a migráció ellenesség, nem csak az elhibázott szankciós politika ellen akarunk fellépni, a béke mellett, pontosítok, a béke mellett és a migráció ellen akarunk fellépni, hanem a normális életet is védeni szeretnénk. Az európai jövőnek a mostani képe az egy nem normális világkép. Egy nem normális világkép, amiben szülnek a férfiak, egy nem normális világkép, ahol miniszoknyás, tűsarkús férfiak táncolnak az óvodások előtt. Itt Magyarországon a normalitás utolsó négyzetmétereit védjük. És azért biztatok mindenkit, ha jól tudom, itt most azok ülnek, akik segítenek bennünket a kampányban, akik idejüket, energiájukat arra áldozzák, hogy jó eredményt érjünk el, hogy győzzék meg az embereket, hogy ne vegyék félváról az európai választást. Fontos az önkormányzati választás, de ne becsüljék alá az európait sem. Ez az eszementség, ami jellemzi Nyugat-Európát, hogyan látod, hogy az ottani társadalmak ébredeznek, vagy annyira ellettek hülyítve, már nem tudok mit mondani, hogy ezt ott a többség ezt természetesnek veszi? Az a jó hírünk van, hogy úgy számolunk, hogy Magyarországról kijutó EP képviselők tagjai lehetnek egy olyan új politikai közösségnek, alakulhat egy olyan új politikai szövetség az Európai Parlamentben, amelyik akár a második, harmadik, de akár a második legnagyobb erő is tud lenni. A helyzet ugyanis az, hogy tőlünk nyugatabbra is élnek még normális emberek. Igaz, hogy elhallgatják és elnyomják őket, de élnek. Vannak. Egészen ígéretes például Ausztria, ahol idén választás lesz. Egészen ígéretes, hogy az osztrák szabadságpárt, amelyik velünk hasonlóan, vagy hozzánk hasonlóan háború ellenes és békepárti, nagyon nagy fölénnyel vezet a közvélemény kutatások. Mi abban bízunk, és azért fontos Magyarországon nagy győzelmet aratni, mert mintát és reményt ad a nyugatiaknak, azoknak, akik velünk együtt gondolkodnak, a konzervatívoknak, békepártiaknak, akik nem akarnak migrációt, akik nem akarnak abnormális LMBTQ propagandát a gyerekeiknek. Ha Magyarországon bebizonyítjuk, hogy lehet nemzeti, szuverenista és békepárti politikával választást nyerni nagy arányban, akkor nyugaton is minta és követendő példa lesz ez. És lelkesedést, reményt adunk azoknak a tőlünk nyugatabbra lévő velünk gondolkodóknak, akik most reménytelennek érzik a politikai helyzetüket. Valójában, tisztelt hölgyeim és uraim, az a baja az Európai Bizottságnak velünk, hogy nem azt gondoljuk, mint ők, az a kisebbik baj. A nagyobbik baj, hogy ez még terjed is.
Tehát mi magyarok mintát mutatunk konzervatív keresztény politikában, hazavédő politikában, békepárti politikában, szuverenista politikában az európai pártoknak. Egyre több a szövetségesünk, és azért is jó a kérdése a képviselő úrnak, mert miniszterelnök úr, el szokta mondani frakciülésen mindannyiunknak, amit most több-kevesebb sikerre nincs önöknek itt elmondani, hogy mit várhatunk egy új európai parlamenttől. Ugye? Hát 21 magyar képviselő van ott, 705 vagy 706 tagú a parlament. Hát számít, hogy kik ülnek ott. És valójában egyáltalán nem számít. Mert 13 képviselőnk van most a Fidesznek és a kereszténydemokratáknak a 705-ből. Akkor mégis mi értelme van, miért vagyunk ilyen lelkesek? Magyarország egyrészt a miniszterelnöke miatt, másrészt a külön utas politikája miatt, béke kérdésében és sok más kérdésben is, jóval nagyobb súllyal vesz részt az európai diskurzusban, mint amekkorát az országunk mérete indokolna. Azt senki nem vitatja el tőlünk, hogy a miniszterelnökünk szava nagyobb, mint az ország mérete indokolná. Többen figyelnek rá, lehet, hogy nem szeretik, de nem veszik félváról, amit mond. És éppen ez lesz az a felhajtó erő, amely 13 képviselő ugyan számszakilag nem sok, de motorja lehet egy új, előbb említett Európai Szövetség kialakításának, a békepárti szövetségnek, és természetesen ettől még az Európai Bizottságban hozhatnak rossz döntéseket, de higgyék el, hogy egy erős parlamenti közösség, egy új szövetség, egy olyan új politikai együttműködési rendszer, amelyik szembe megy a mostanival, az igenis tud eredményeket majd elérni. És ha új vezetés van, akkor lehet a háború helyett a békéről diskurálni. Ha új vezetés van, akkor Magyarország állandó büntetése helyett lehet Magyarországnak megillető, vagy Magyarországot megillető támogatásokról beszélni. És itt is kénytelen vagyok elmondani önöknek, hogy sok baloldali honfitársunk, meg politikusok is jönnek azzal, hogy na de, hát mit könyörgünk mi az uniónak a pénzért, hát az unió majd ad pénzt, ha akar, meg egyáltalán ilyen kegyelem, kenyérnek, stb. Hát nagyon fontos tisztázni, az a pénz, ami az Európai Bizottságnál van, az a mi pénzünk. Az nem az ő pénzük, és nem adják ide, az a mi pénzünk, és úgy nem adják ide. Mi nem szívességet kérünk az Európai Bizottságtól. Az a pénz nekünk nem jut, hanem jár. És éppen ezért nagy hangon kell majd a választás után követelni, hogy miután Magyarország nem csicskának lépett be az Európai Unióba, hanem partnernek, egyenrangú, egyenjogú, egyenkötelezettségű partnernek, és miután mi teljesítjük a tagsággal együttjáró kötelezettségeinket, teljesítjük a szerződésben lévő kötelezettségeinket, ezért elvárjuk, hogy velünk szemben is teljesítsék. Ne felejtse el senki, hogy Magyarország megnyitotta a piacait nyugati vállalatok előtt. Vámmentes vállaltuk a vámmentességet, vállaltunk minden olyan feltételt, amely helyzetbe hozta a nyugati bankokat, multikat, élelmiszerláncokat, telekommunikációs cégeket, ipari vállalatokat, mindent. És ebből adódó profit újraosztási rendszerében nekünk nem jut pénz, ha éppen úgy alakul, úgy szottyan kedve valakinek nyugatabbra, hogy adjunk már egy kis pénzt a magyaroknak, hanem jár, egy elszámolási rendszerint jár. Tehát amikor az a vád van, hogy ne könyörögjünk már a nyugat pénzért, az nem a nyugat pénze, az a magyarok pénze, mindig is az volt. Csak ülnek rajta, és nem adják ide, és tulajdonképpen ilyen Dávid és Góliát módon harcolunk egy hatalmas brüsszeli központtal, amelyik csicskáztatni akar minket, és azt akarja, hogy adjuk föl azokat a magyar szempontokat, amelyekkel a választók bennünket megbíztak. Szóval summa summarum, nem reménytelen a helyzet, azt is mondhatnám, hogy ígéretes, de sok van még a választásokig, és utána, ami következik a nagy politikai átrendeződésben, az egy nagyon izgalmas szakasza lesz az idei évnek. Még egy pici nyomatékot adjunk annak, hogy miért fontos június 9-én elmenni szavazni a magyar honfitársaink. Itt most az ellenzékre gondolok, hogy az ő munkásságokról egy pár gondolatot megosztanál velünk, hogy milyen emberek ezek, akik ott az országunk érdekeit kellene, hogy képviseljék kint Brüsszelben. Nyitott vagyok egy kiadós hazárulózásra egyébként. Ugye a helyzet egyszerre komikus és szomorú. Ugyanis rettentesen komikus, amikor
amikor van politikai párt Magyarországon, ismert, hazánk ismert történelmi előzményeivel, amelyik kimegy Romániába és egy román pártnak kampányol. Ebben van valami komikus és van valami lehangoló is benne. A komikus nyilván az az oldala, hogy sajnos születnek még ilyen hülyék az országban, akik úgy gondolják, hogy jó dolog Romániában egy román pártnak kampányolni, ahelyett, hogy Erdélyben kampányolnánk egy magyar pártnak. De ugyanakkor mégiscsak a kérdésedre válaszolva, tehát, és a románokat nem véletlen hoztam elő. Ha a román európai parlamenti képviselők kimennek Strasbourgba, kimennek Brüsszelbe, teljesen egységesen román érdekek mentén lépnek fel. Otthon kaszabolják egymást, mint az állat, az nem kérdés. Tehát a román belpolitikai viszonyok tragikusak. Tehát otthon megy a gyilkolászás, de kimennek Brüsszelbe, és ott csak román és nem román dimenzióban látják a világot. És be kell vallanom, hogy ez egy iridlésre méltó állapot. Nagyon szeretnénk mi is egy magyar ellenzéket magunknak. Egy magyart. Hát itthon lehet rugdosni a másikat, mindenféle csúnyákat mondani egymásról, politikusok csúnyákat mondanak egymásról, na bum, ettől még föl kell a nap másnap. De az, hogy az Európai Parlamentben Dobrev Klára, Donát Anna, Cseh Katalin, Újhelyi István, Molnár Csaba, mi egyebek, abba fektetnek energiát, hogy visszatartsák a Magyarországnak járó forrásokat, majd hazajönnek, és ez büszkén elmesélik egy esti televíziós műsorba, az minimum tűri a vitát. Mifelénk egy tisztes 8. keleti kocsmába meg is vernék őket érte. De valószínűleg itt is. Szóval a helyzet az, hogy nekünk nincsen olyan politikai ellenfelünk, amely politikai ellenféle lehetne magyar érdekekről beszélni. Ezért szoktuk őket nagyvonalúan, és egyébként elég kíméletesen lehazárulózni. Megmondom, miért vagyok cinikus ebben a dologban velük, ebben is. Ugyanis amikor az ember azt hallgatja, akár a Magyarországgyűlésben is, mint mi, olykor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt hallgathatjuk, például Szabó Tímea rikácsolása közepette, hogy Magyarország megsérti az európai nem tudom milyen jogállamisági izét, meg megsérti azt a amaszt, meg mindent megsértünk pusztán, mert csak a magunk álláspontját képviseljük. A magyar képviselőnő a Magyarországgyűlésben mindig elfelejti elmondani, hogy az Európai Bizottság és az európai intézmények mi mindent sértenek meg velünk szemben. Ugyanis, mint mondtam az előbb, ez a viszonyrendszer ez nem egy szívességi viszony, minket nem befogadtak és alhatunk a pajtában, hanem mi tagok vagyunk. És ha azt gondolja még bárki, hogy a szerződéseknek van jelentőség az európai világban, akkor az téved. A bizottságban csak politikai szempontok vannak, és ilyenkor egy magyar képviselőnek, mint Szabó Tímának, nem azt kellene mondani, hogy mi mit sértünk meg, hanem azon kellene dolgoznia, hogy haza tudjuk hozni az Európai Uniós források közül legalább a tanároknak járó pénzt. Legalább a pedagógus béreket. Emlékeznek talán erre a vitára egy fél évvel ezelőtt, azt a pénzt tartották vissza, ami a magyar pedagógus béremelésre volt elkülönítve. És megtették. És azért nem szabad az ilyen pártokra szavazni, mert ezek a pártok mind külföldi kézen vannak. Ezt 2022-ben már láttuk. Külföldi kézre kerültek. A kormányzások idején az állami vagyont adták külföldi kézre, most jobb híján saját magukat. És ezek külföldi kézre kerültek, és ezeket a politikusokat, még ha egyik másikójuk nem is háborúpárti, de azok irányítják, akik viszont háborúpártiak. Azt kell minden tisztes magyar baloldali honfitársunknak megértenie. Lehet, hogy ő maga nem háborúpárti. Én készséggel elhiszem, hogy vannak derék baloldali, akik Török Szent Miklóson is, akik ugyanazt gondolják a háborúról, mint mi, hogy abból semmi jó nem fog kisülni. Na de olyan politikusokra fogják adni a szavazataikat, akik nem a maguk urai, akiket irányítanak, akiket külföldről megvásároltak, akiknek megmondják, hogy egy adott időpillanatban, majd 2025 szeptemberében adott esetben hogyan kell majd szavazniuk egy fontos háborús kérdésben. Nem szabad háborúpárti képviselőket kiküldeni, és nem azért, mert személy szerint ők háborúpártiak,
biztos van közülük egy-kettő, aki tényleg az, mint a Tordai Bence, például ő tényleg háborúpárti, ő abban hisz, hogy le kell győzni Oroszországot. Amit nem tudjuk, mit jelent pontosan egyébként. Kis gondolkodással rájön az ember, hogy mit jelent az a mondat, hogy legyőzzük Oroszországot, nem? Speciál nekünk magyaroknak nem kell bemutatnunk az orosz hadviselés primitívségét és elnyomó jellegét. Nekem családilag sem kell bemutatni, és nem is szeretem, amikor orosz barátnak hívnak. Felmenői mokán nehezen tűröm az orosz barát jelzőt, de zárójel bezárva. Csak amikor azt mondják, hogy le kell győzni Oroszországot, akkor gondoljanak önök is, az mit jelent? Kiszorítani Oroszországot Ukrajna területéről, egyik verzió, lehet, hogy ezt jelenti, elfoglalni Moszkvát, az nem sokszor sikerült a történelemben, talán kétszer vagy háromszor, és a mongolok voltak ezek közül kettő. Vagy elfoglalni egész Oroszországot Kaliningrádtól Kamcsatkáig. Mit jelent ez a hülye mondat, hogy győzzük le Oroszországot? Ezek buta, meggondolatlan politikai mondatok, és tudják mi a legszomorúbb az egészben, hogy minden európai gondolkodásra képes ember tisztában van azzal, hogy sem Oroszország nem tudja legyőzni a NATO-t, sem a NATO nem tudja legyőzni Oroszországot. Akkor miért megyünk közel a konfliktushoz? Semmi más nem lesz ebből, csak egy irtózatosan nagy vérontás. Egy értelmetlen, buta vérontás. És nem európai érdek a háború. Egyetlen egy kontinens érdeke, hogy itt háború legyen. De az tőlünk nyugatabbra van. Az az amerikaiak érdeke, hogy itt háború legyen. Az nem az európaiak érdeke. És Európa vezetésének szomorú, de nem európai érdekek vannak a szemük előtt. És éppen ezért 13-an vagyunk, nem sok. Középméretű ország vagyunk, nem nagy. Mégis nagy hangon kell nagy választási győzelmet aratnunk, hogy el tudjuk mondani az európai szintéren is, hogy lehet békepárti politikával választásni. Ezt a kérdést már föltettem néhány nappal ezelőtt egy másik fórumon a vendégemnek, hogy ugye említetted Amerikát is, hogy novemberben választások vannak, hogy ugye azt tudjuk mindannyian, hogy a háborúra szánt források jelentős része visszamegy az USA-ba. És akkor halljuk azt Trumptól, hogyha amennyiben ő lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor véget vet a háborúnak. Miért? Mert logikailag azt mondaná az ember, hogyha haszna van az Egyesült Államoknak ebből, akkor nyilván Trump is az amerikai érdekeket fogja képviselni, de mi az oka ennek? Jó felvetés. Soha senki nem fogja a magyar érdekeket képviselni a magyarokon kívül, ideértve Donald Trumpot sem. Donald Trump amerikai ember, kiváló szövetségesünk, mindig Amerika lesz neki az első. Soha nem leszünk neki az első. Ezt jó, ha az elején tudomásul veszünk. Mégis, miért bízunk és miért reméljük az ő választási győzelmét? Nem azért, mert jobban van a miniszterelnökünkkel. Az hasznos, szükséges, de nem elégséges. Az szükséges, de nem elégséges. Ugye, anélkül, hogy összeesküvés elméletekbe bonyolódnánk, nem való az ide, sőt, kultúremberek közé általában nem valók az összeesküvés elméletek, de az orosz-ukrán háború hátterében mégiscsak az áll, hogy amerikai demokrata, amerikai baloldali gazdasági és politikai körök megszerezték Ukrajnának a jelentős részét. A földjeiket, az erőforrásaikat, a bányáikat, mindent, ami ott mozdítható, azt az amerikai baloldalhoz köthető világ elvette, rátette a mancsát. Egészen odáig nem is volt ezzel baj, ameddig az amerikaiak kapva kaptak ezen az alkalmon, hogy ha már gazdaságilag úgyis oda bementünk, akkor egy kis politikai destabilizáció sem lenne rossz. Ekkor történt ugye a majdantéri események láncolata, a forradalom, és tulajdonképpen egy Amerika párti váltás következett be az ukrán vezetésben, aminek következtében az amerikaiak elkezdtek különböző fegyvereket telepíteni, talán a hírek szerint biológiai, meg vegyi, meg mindenféle, nem tudjuk valójában mit, de valami bizonyosan történt, mert az oroszok egyszer csak megelégelték. Ami meg nem szabad csodálkozni, mert valószínűleg az amerikaiak is egyhamar megelégelnék, ha az oroszok a mexikói-amerikai határa telepítenének ugyanilyesmiket. Akkor az amerikaiak is oda mennének, azt lebombáznák az egészet, és azt mondanák, hogy máshol szórakozzák, kisfiam. Ez történik. Most
ugye Donald Trump győzelme valójában miért ígér békét? Miért remélhet? Nem tudom, hogy ígér-e, de remélhetünk békét. Először is azért, mert ő maga egy pacifista alak. Másodszor azért, mert Donald Trumpnak elemi érdeke van abban, hogy az amerikai politikai ellenfelét, tehát az amerikai demokraták mögüli világszerte felépített gazdasági hálózatot felszámolja. Lásd, ne fosszuk ki Ukrajnát, vagy ha már kifosztották, akkor szüntessük be ezt a bizniszt ott a demokraták mögött. Harmadsorban Donald Trumpnak van egy általam nem ismert, csak olvasott, mondjuk úgy, hogy filozófia vagy politikája, ami Amerika nagyjátételét azt nem a világszerte generált háborúkban, hanem a konnektivitásban fogalmazza meg. Tehát ő azt vallja, a régi amerikai iskolával szemben, hogy az amerikaiak állandóan háborút indítottak valahol, általában a demokráciát akarták kiépíteni szegények, és arab országokban, közel-keleti országokban, távol-keleti országokban, Balkánon, mindenhol kirobbantottak háborúkat, hogy erősítsék aztán abból kifolyólag az amerikai gazdaságot. De a Trumpnak az a filozófiája, hogy ez ma már a mai átalakuló világrendben ez nem erősíti az amerikai gazdaságot, hanem jelentős kockázatokat rejt. És miért is rejt jelentős kockázatokat? A tőlünk keletre lévő világ megerősödött. Felzárkózott, nemhogy felzárkózott, talán meg is előzött bennünket. Soroljuk magunkat nagyvonalúan a nyugati világhoz. Kína, Oroszország, India, az arab országok, sorolhatnánk az isztánokat is, olyan katonai, létszámbeli, gazdasági fölénnyel rendelkeznek Európával és az amerikaiakkal szemben, amit már nem lehet félváról venni. Magyarul, megszűnt az a világ, szerintünk is, és Donald Trump szerint is, amikor Amerika egyszer csak oda megy valahova és elkezd háborúzni. Mert ez a világ, ez a keleti világ már vissza fog ütni, és az fájni fog, mert nagy lesz. Bizonyára hallottak róla, hogy csináltak egy új gazdasági erőteret, ezt a BRICS nevű valamit. Oroszok, kínaiak, indiaiak, dél-afrikaiak és brazilok. És természetesen azóta csatlakozott hozzájuk számos ország, és fog is. Ennek a kimondott célja ennek az új szervezetnek, hogy az amerikai, európai, gazdasági, katonai hegemóniát letörjék. És 2016-ban Köcsén, Magyarország akkori miniszterelnöke, aki megegyezik a mostanival, azt mondta, hogy át fog alakulni, vagy átalakul majd a világrend, a keleti országok megerősödnek, a gazdaságok szárnyal, a haderejük sokszorosára nő, a népességük pedig eddig is brutálisan nagy volt. Tehát le leszünk győzve. Ebben a helyzetben Európának meg kell találnia a saját jó pozícióját, és jól kell meghatározni, hogy hogy akarja a 21. századot átvészelni. Ez a 16-ban volt. Most 2024 van, és eljutottunk oda, hogy az amerikaiak, akik szintén látták ezt az átalakulást, újjászervezték az angol száz országokat. Szerintem a Brexit sem véletlenül történt. Van egy új együttműködésük Kanadával, Ausztráliával, a britekkel és az összes gyarmat országokkal. Próbálnak versenyben maradni az erősödő kelettel szemben. Mi európaiak mit csináltunk e közben? Töketlenkedtünk, jelentem tisztelettel. Töketlenkedtünk, és azzal foglalkoztunk, hogy szülhetnek-e a férfiak. Ahelyett, hogy mi a jóléti kontinens, mert megvan bár mindenkinek itt a maga baja és maga gondja, de mi a világ jóléti része vagyunk. Mi a világ jóléti része vagyunk. Azzal foglalkozott, hogy mindenki megváltoztathatja a nemét évente egyszer. Miközben egyébként az amerikaiak bejöttek a gyógyszerterületre, az amerikaiak lekapcsoltak minket az olcsó orosz energiaforrásokról, az amerikaiak bele akarnak sodorni bennünket egy háborúba, és az amerikaiak minden megszerezhető európai vagyont magukével akarnak tenni, pusztán abból az amerikai megfontolásból, hogy versenyben maradjanak az erősödő keleti világgal szemben. Minket most éppen gyarmatosítanak. És mi, európaiak, nem
teszünk ez ellen semmit, hanem boldogan bólogatunk az amerikai gyógyszergyáraknak, és elfogadja az elnökasszony a kenőpénzt néhány doboz eladott vakcináját. Szóval az ember esze megáll. Summa summarum, szeretnénk olyan világot, ahol európai érdekek vannak, olyan Európát, ahol magyar érdekeket lehet érvényesíteni, és nem állandóan meg vagyunk büntetve a véleményünkért, és szeretnénk olyan Magyarországot, ahol magyar ellenzék van, és nem külföldi. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm szépen. Huba Imre vagyok, ahogy az elején elhangzott a Jászlóskun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, és kérem frakcióvezető urat és képviselőt, hogy engedjék meg először, nem egy kérdést tennék föl, hanem Kis Zoltánhoz szólnék, polgármester jelölthöz és kezes csapatához és támogatóihoz. Elsőként is azért, mert Zoltán program hirdetéséből kiderült, hogy elkötelezett lokálpatrióta, aki hajlandó hazajönni, és azt a karriert, amit Budapesten már fölépített, azt a város érdekében kamatoztatni. És hogy beszámoltál Zoltán, abból is kiderült, hogy ízig-vérig vidékfejlesztő vagy, ízig-vérig projektebben és megoldandó feladatokban gondolkozol, amit nekem személy szerint azért volt jó hallani, mert én is tőled tanultam annak idén a vidékfejlesztést. Ezt sokan nem tudják, de mi Zoltánnal együtt dolgoztunk vagy 6 éven keresztül, és akkor még vidékfejlesztési minisztérium, aztán földrészügyi minisztérium, belügyminisztérium, és azóta is mindig számíthattam Zoltán közreműködésére, tehát a vármegye rendkívül sokat köszönhet annak, hogy Zoltán néhai dr. Hoffmann Imre munkatársaként, Pintér Sándor belügyminiszter úr munkatársaként tette a dolgát és teszi a dolgát. Szerintem ezt azért nem szabad elfelejteni, azért kell erre odafigyelni, mert a városnak ilyen lokálpatriótái vannak. Ilyen értékes emberek hajlandóak fölvállalni a közösség közös dolgait, és ilyen értékes emberek toboroznak maguk mellé csapatot, és együtt tudnak működni a térség országgyűlési képviselőjével, a frakcióvezetővel, a kormányzat szereplőivel, a vármegye szereplőivel, és olyan jelölteket delegál a térség, a Jászlóskun-Szolnok vármegyei közgyűlésbe is. Itt van Batta Attila Viktor is, aki kedves kollégám lesz vélhetőleg a jövő közgyűlésében. Nagyon remélem, ezért dolgozunk. Én személy szerint is nagyon köszönöm Törökszem Miklósnak, Herceg Zsolt képviselőnek és az egész térségnek, hogy ilyen kiváló emberre bízná Törökszem Miklósnak a jövőjét. A Törökszem Miklós emberek előtt valóban egy fényesebb, egy kövezettebb, egy simább út is lehet, de ez rengeteget kell dolgozni, és rengeteg erőre, rengeteg támogatásra van szükség a város vezetőinek, jövőbeni vezetőinek és a képviselőtestületnek, hiszen erre tud építeni a vármegyés, és valóban nem lenne jó, hogyha már olyan régen hozzászoktunk, hogy Törökszem Miklós a vármegye harmadik legnagyobb települése, Karcag a negyedik, ahonnan én származom. Én megmondom őszintén, nem vágynék ilyen dicsőségre, hogy legyőzzük Törökszem Miklóst és átvegyük a harmadik helyet, tehát szurkolok Törökszem Miklósnak, és húzzák be június 9-én Kis Zoltánt és a csapatát, és bizony hallgassanak a szívükre, mert ez a jövő Törökszem Miklós előtt, ami sokkal fényesebb, mint ami jelenleg csillog előtte. Tehát ezt gondoltam, hogy elmondom az elején, és akkor egy kérdésem is lenne frakcióvezető úrhoz, képviselő úrhoz, hiszen ha már megragadta a mikrofont, nagyon nehezen fogom letenni, mert én nagyon szeretek beszélni, de csak egy rövid kérdés. Július 1-től Magyarország adja az Európai Unió soros elnökségét, és ebből kifolyólag számos olyan folyamatra érdemi behatása tud lenni, vagy befolyása tud lenni a magyar delegációnak, és azért ne legyünk kisítőek, nekünk magyaroknak is, tehát mindenkinek, aki magyar ember, mindenkinek befolyása tud lenni arra, hogy július 1 után milyen összetételű, milyen kvalitású európai tisztségviselők vállaljanak különböző tisztségeket, vagy foglaljanak el különböző tisztségeket. Én azt szeretném megkérdezni frakcióvezető úrtól, hogy hogyan látja, mennyire érdemi ez a befolyása a magyar delegációnak, mennyire érdemi a befolyási lehetősége a kormányzatnak, hiszen már most felfokozott fordulatszámon dolgozik a gépezet, és készíti elő, akinek ez a dolga, készíti elő a magyar soros EU elnökséget, és kíváncsi vagyok arra, hogy ön hogyan látja, milyen esélye vannak a magyar álláspont erősebb képviseletének. A
az unió soros elnöki feladatait azt egy jegyzék határozza meg. Magyarul van egy jogiasított feladatsor, egy táncrend, ha úgy tetszik, amin végig kell menni abban a fél évben, amíg egy ország betölti ezt a soros elnöki tisztet. És van egy politikai cél. Most miután a politikai céljaink javarészt ismertek, ezért valószínűleg arra kell számítani, hogy az Európai Unió soros elnökségét a magyar miniszterelnök politikai értelemben arra fogja felhasználni, hogy háború helyett békét követeljen, a migrációs paktum felülvizsgálatát kezdeményezze. Nem jó van az úgy, ahogy most elfogadta az Európai Parlament, illetve miután bővítési biztost adtunk eddig, mi magyarok, ezért az unió bővítési lehetőségeiről szerintem sok szó esik. Hát csak azért is, mert itt vannak délre a vegyes megítélésű, de mégiscsak keresztény szerbek, akikkel előbb-utóbb majd valamit kezdeni kell. És most, hogy a történelmi sérelmeink valamelyest enyhültek, nem felejtettük el őket, de enyhültek, és egymásra vagyunk utalva, miután a normalitás utolsó négyzetmétereit őrizzük, és szerintem ők is. Ráadásul őket délről fallják föl a muzulmánok, és miután keresztény népségről van szó, ezért vallási vagy kulturális értelemben szorulnak föl. Térképfélre értelmezés ez a föl, de szorulnak északra Magyarország felé. Tehát szerintem szerbekkel történelmileg van egy közös utunk, meg lesz is, és ezért az uniós bővítések kapcsán a délszláv vagy balkáni térség bővítése is bizonyára a soros elnökség kiemelt napirendjei közé tartozik majd. Ezt akarjuk mi. De van egy izgalmas szempont, mit akarnak mások? Ez a félnótás, van egy Daniel Freund nevezetű félnótás az Európai Parlamentben. Ez egy zöld párti narkós képviselő. Ez egy ilyen drogliberalizációért küzdő ilyen kis, majdnem mondtam valamit. Most ő ma például már elkezdte, hogy Magyarország ellen petíciót indít ő, mondván, hogy mi ne tölthessük be ezt a soros elnökséget. Tehát lesz a politikai üzenetekben, az ellenfél szeretné felhasználni arra, hogy Magyarországot, mint soros elnököt, ostorozza, hogy nálunk a jogállamisága az bizony sérül, jelentsen ez bármit is. Meg nálunk, nem tudom, a média szabadság nem érvényesül, meg stb. Tehát ők ezzel fognak jönni. Most ebből lesz egy ugyanolyan szokásos politikai vita, mint ami mindig szokott lenni. Úgyhogy szerintem az arra kell koncentrálni, ami nekünk a legfontosabb, az pedig a béke kérdése, a háború és béke kérdése, és az ebből eredő június 9-e, is után, 9-e után is lesz háború, sőt tartunk tőle, hogy valami rosszabb is lesz, ezért fel fog értékelődni ez a soros elnöki tisztség. Kérdés, hogy a miniszterelnök az abból eredő pozíció előnyét tudja-e majd arra használni, hogy közvetítsen ebben a háború kérdésben. Nehéz idők jönnek, tehát összességében azért is nehéz róla beszélni, meg az ember megfontoltabbnál megfontoltabb nyilatkozatokat tesz, mert egy biztos, hogy minden bizonytalan. Az az egy biztos. Bizonytalan, nehéz, furcsa idők jönnek, amikor nehéz a politikának is magabiztosan nyilatkoznia egy-egy kérdésben. Nem is javaslom senkinek, mert nem csak azért, mert nincs a bölcsek köve a zsebünkben, és jó Isten nem adta oda az egész tudását tegyen egyenként nekünk. Ezért mindenki visszafogottan nyilatkozzon, mert nem tudjuk, hogy ez az évtized, ami ebből még hátra van, ez mi mindent tartogat magába. Elég szélsőséges skálán mozognak most a lehetőségek az helyzet. Köszönöm szépen. Még esetleg egy utolsó kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincsen, akkor egy rövid időre ismét Kis Zoltán jelöltünknek, polgármester jelöltünknek visszaadom a szót. Bocsánat, itt a nagy európai beszélgetés közben egy dolgot nem mondtam, hogy válasszák már meg a Kis Zoltán urat polgármesternek, ha lehet. Köszönöm szépen, tisztelt frakcióvezető úr, képviselő úr, elnök úr. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem, hogy
megtisztelték a rendezvényünket, és eljöttek hozzánk, illetve egy polgári est keretében frakcióvezető úrtól hasznos információkat, tájékoztatást, iránymutatást, buzdítást és segítséget kaptunk. Köszönöm szépen. Külön köszönöm Hubay Imre elnök úrnak a méltató szavait. Valóban hosszú szakmai munka is mondhatom nyugodtan, barátság is köt össze bennünket. Az elmúlt évtizedben igen sokat dolgoztunk együtt, jól ismerjük egymást, és ha már a harmadik helyet megtartottuk, és Imre nem is szeretnék karcagjavára ezt elcsenni tőlünk, ennek külön örülünk, ezért viszont nekünk dolgozni kell, hogy megtarthassuk. Fogunk is, ahogy ígértem, mert az elvándorlást, a népességfogyást meg kell állítanunk. Ez a perspektíva török szemmigó számára. Ha nem, akkor sajnos lecsúszunk, lemaradunk és elveszünk. Ezt én nem szeretném. Csak az a célunk, hogy török szemmigós hosszú távon is élhető, gyarapodó, létszámában fejlődő település legyen. Ezek után ugye azt is említettem, hogy a programunkban szeretnénk helyet adni a gazdálkodóknak, a helyi kézműves élelmiszereknek, az egészséges, biztonságos magyar élelmiszereknek, mindazoknak a termelőknek, akik ilyen termékeket állítanak elő. Sajnos török szemikos jelen pillanatban nem büszkélkedhet azzal, hogy ezt az ajándékosarat saját maga helyi termelői termékeivel meg tudja tölteni. Így aztán egy kicsit bővítenünk kellett a kört, és nem csak helyi, hanem térségi, sőt azt mondanám, igazi magyar termékekkel töltöttük meg, de bízom benne, hogy dolgozhatunk még azért, dolgozunk azon, hogy valójában ez a kosár, ez kizárólag török szemmikósi termékekkel teljen meg az elkövetkezendő években. Én szeretném azt, hogy minél több helyi termelőnk lenne, minél nívósabb, minél színvonalasabb termékek előállítása történne meg, mert az itt élőket ilyennel jó lenne ellátni, és ez mind a helyi gazdaságfejlesztés segíti, ami nekem külön a veszőparipám. Úgyhogy tisztelt frakcióvezető úr, engedje meg, hogy mindannyiunk nevében ezt a kis tényleg helyi termékek, térségi magyar termékekből szállított csomagot átadjuk önnek, emlékeztetve és megköszönve, hogy itt járt Török Szent Miklóson és segített bennünket. Köszönöm szépen! Részemről köszönöm szépen, én még akkor visszaadnám képviselő úrnak a szót. Be kell írnom a vagyonnyilatkozatba. De köszönöm, nagyon kedvesek. Tisztelt frakcióvezető úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a mai napon, és megosztottad velünk ezeket a fontos, nagyon-nagyon fontos gondolatokat. Tisztelt hölgyeim és uraim, június 9-én ne feledjék, EP lista, Fidesz-KDNP, Vármegyei lista, Fidesz-KDNP, és itt helyben Törökszem Miklóson Kis Zoltán és a Fidesz-KDNP képviselője, úgyhogy arra kérem önöket, hogy támogassanak bennünket, érjünk el választási sikert, és aztán kapcsoljon Törökszem Miklós is egy magasabb fokozatba. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek bennünket, és eljöttek hozzánk a mai napon, és még akkor visszaadom a szót frakcióvezető úrnak, de arra kérek mindenkit, hogyha ő befejezte, akkor ne siessen senki egy közös fotóra. Arra kérek mindenkit, hogy maradjon, és aztán utána még egyszer megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek hozzánk, és szép estét kívánok mindennyüknek. Én csak elköszönni szeretnék, meg megköszönni a figyelmüket, meg a türelmüket. Remélem nem okoztam nagy károkat a kampányban itt Törökszent Miklóson. Egy dologra buzdítanám önöket, azon túl, hogy mindenki menjen el szavazni. Ugye a magyar jobboldal ilyen polgári rendes emberekből áll, akik egy szép nyár elejé hétvégén programokat csinálnak maguknak. Tehát kimennek a kertbe, gazolni kell, kapálni, nyírni, jönnek az unokák, együtt sütünk délután, stb. A nyári választás az egy új műfaj, egy szokatlan műfaj, de arra kérem önöket, hogy legyen azért a fontossági sorrendben önöknek is, meg az önök által biztatott embereknek is az, hogy a választáson részt kell venni. Képviselő úr tudja, volt nekünk egy
képviselőtársunk, elhunyt pár éve Koncz Feri, Szerencsen. És Koncz Feri a 2002-es választásokat egyetlen egy szavazattal bukta el. Egyetlen egy szavazattal. Tehát arra kérem önöket, hogy ne csak, hogy választanak maguknak Kis Zoltán szemével egy jó polgármestert, hanem menjenek is el, és biztosanak erre mindenkit, higgyék el, hogy minden szavazat számít itt a helyi választáson, és a helyi hatóságin, meg az Európai Parlamentén is. Úgyhogy ebben bízva, és Kis Zoltán polgármester úr, ha megválasztják, akkor már remélem szólíthatjuk így is. Sikerében bízva nagyon sok erőt kívánok önöknek a hátralévő két héthez, és ahhoz különösen, hogy az előbb elmondott szempontokat tudják az embereknek vinni, képviselni, mert nem fogunk tudni magunkban elegendő szavazatot szerezni, az önök segítsége munkája kell hozzá. Úgyhogy hajrá Török Szent Miklós, hajrá Magyarország, és hajrá egy jó, szuverenista Európa. Köszönöm, képviselő, hogy itt lehettem.